Sokszor elnéztelek este, hogy felcsavarod a hajat, és gézcsíkocskákat teszel a lábujjaid közé. De az éjszaka másra, kellemesebb dolgokra való. Például. Például? Hát most jól figyelj, mert meglepő dolgot fogok mondani. Két nemű emberek élnek ezen a földön. És mi vagyunk az egy. És a természet megköveteli, hogy olykor közelebbi kapcsolatba kerüljünk a másikkal. Ez így van, nem én találtam ki, ne úsztam hova. Férfiakra cíts. Nevén akarod nevezni a dolgot? Igen, férfiakra. Érdekes, hetek óta nem gondoltam férfira. Na jó, én ezt nem találom sem érdekesnek, sem humorosnak. Mi? Azt hiszem, hogy nem szeretem a férfiakat. Nagyon tény. Nagyon sok férfi igen vonzónak tart. Na például csak egyet mondj. Bill Clinton. Jaj, olyan mondja, aki versenyben van. Ide figyelj, Tó, ez így nem megy tovább. Minden este itt mondjunk. Kivel majd eljárok hazulról, de még nem most. Adj egy kis időt. Alig pár hete élek körül a férjem, de adj egy kis időt. Ide figyelj, nem akarok más, csak mondjuk valamelyik nap együtt vacsorázni. Két helyes pasiba. Na de kit hívhatnék? Az egyetlen nőtlen férfi, akit ismerek, az a fodrászom. Az is a nőkre csak a hajuktól jön izgalomban. De férfi, ismerek két spanyol pasi fivérek, itt laknak a házban, nagyon helyesek, jókat lehet velük röhögni. Te ezt honnan tudod? Múlt héten berregettem velük a liftben. Azt mondták, egyszer menjek el velük vacsorázni. Jó kis négyes fogat lesz. Hogy néznek ki? Teljesen szaroképesek. Hétsoros öltönyt viselnek, és nem szűk farmert sajnos. És milyenek? Öregek, fiatalok, csinosak? Mindegy, férfiak! Fél óráig beszélgettem velük, pedig egyetlen szavukat se értettem. Nem tudnak angolul? Kifogástalanul beszélnek angolul, de csak nagyon ritkán. Na jó. Jaj, Flores, figyelj, egyet ígértem. Egyiket sem szólított szívének, jó? Az egyik Manolo, a másik Hess. Manolo és Hess. A jét azt nem egyik. Hol van jé a Manolóban és Hess? Jó kis esték lesz, kiruccanunk. De azt mondták, hogy viszek a levél spanyol életemben. Na. Hát üljük le, fiú! Akarsz engem mondjuk ebbe a fotelbe? Mindegy, ott parkolsz, ahol akarsz. Sikerült, itt a ház előtt. Én magadat parkoljam, ahol akarsz. Jesus, te üljöd a kanapira, jó? Szívesen. Ha nem terhes. Nem, csak lazán ülj le. Flores, te ülj le Jesus mellé. Vagy a székre. Manolo, te nem ülsz? Csak utána, Olivia. Bocsánat. Mi van? Nem tetszik az a hely? De, nagyon tetszik. Hát imádod, de talán te akarnék. Nem, a te helyed, csak ülj le. Te parancsod, ó hajtás. Előbb, Olivia! Te csak következtében leülsz. Most én leülök.